Köszöntünk veleteket, itt az első füstölés online műsorunkat látjátok, amire most felhívjuk a figyelmeteket, és a következő gondolat azt fejezi ki, hogy kinek mi a véleménye a füstölésről, az online műsorokról, két és fél lapos füstölésen vagyunk túl. Figyeljétek, a füstölés comb tarja egy kis köröm műsorozásunkat, amire most még ötletelünk, és figyeljétek a műsorozást, ami most még ötletelődik, és a műsorunkra ötletelünk, ami most még felhívja a figyelmeteket, a csülök, a comb és a szalonna ötletezésünkre, és most végig azt tudjuk mondani, hogy szeretettel ajánljuk a húsvéti körmünket, kocsonyának való, és a füstölés műsorunk, az első füstölés tervésünkre összpontosítunk, amire még ötletezünk, és az első sikeres füstölésünket hajtottuk végre, amire most végig azt tudjuk mondani, hogy a csülök, a comb, a sószalonnából füstölszalonnát készítettünk, és ez a legnagyobb tipp és ötlet, hogy most már a szalonna után a köröm, füstölés, szalonna, és a tarja, comb és egy kis szalonna műsorunkat is meg tudjuk mutatni. A csülök műsorok is itt vannak, és a legfinomabb műsorra hívjuk fel a figyelmeteket, ami most végig arra tud figyelemmel lenni, hogy ha még érzitek azt, hogy fontos a füstölés, akkor még egy-két tippet, ötletet tudunk javasolni. Egy karajrészt is kibontottunk, azt is befüstöltük, és a köröm műsorokra is tudunk ötletelni, amire végig most gondolatokat tudunk tenni, hogy a köröm, füstés, a kocsonya, update műsorok hogyan tudnak bennünket segíteni a műsorozásba, az ötletezésbe, és a támogatásokat is szívesen fogadjuk a műsorunkba, és az első ötletünk a köröm és a nagyon finom húsos részek füstölése, amire most végig fel tudjuk hívni a figyelmet, és köszönjük a műsorunkhoz a figyelmeteket, és további időtöltést és jó műsorozást kívánunk. Köszönjük a figyelmet!